felújítják az Öccsög-medencét. Rock operett a Kossuthban. A tojásfestés művészete. Köszöntöm nézőinket, Önök a 60 TV híradóját látják. Rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, hogy a piac, a strand és az uszoda üzemeltetését ellátó 60-i szolgáltató intézménybe beleolvad a 60-i városgondnokság. Mindemellett elindult az Öccsög-medence felújítása is. Önném is, olyan mindenki tisztelettel köszöntök mai. A képviselők döntöttek arról, hogy a 60-i városgondnokság beleolvad a 60-i szolgáltató intézménybe. A tervek szerint májustól már egy önkormányzati intézményhez tartozna a strand, az uszoda és a piac üzemeltetése, valamint a városban zajló munkák elvégzése. Mindkét intézmény vonatkozásában a hivatal szakemberi áttekintették és egyeztették a feladatok ellátásának jelenlegi hatékonyságát, költségeit, és a végzett számítások azt támasztották alá, hogy célszerű és szükséges a feladat ellátási racionalizálás, melynek kedvező gazdálkodási és pénzügyi hatásai lesznek. Városban a munkaerő hiány most már nem csak a különböző cégeknél tapintható, hanem azt kell, hogy mondjam, az önkormányzatnál és az önkormányzat intézményeinél is. Ez igaz a hivatalra, és igaz a városgondnokságra is, ahol most már nagyon nehezen tudjuk a munkatársakat pótolni. És pontosan ez kényszerített rá minket arra, hogy az intézményeket összevonjuk, így a rendelkezésre álló erőforrások sokkal hatékonyabban, sokkal gyorsabban mozgósíthatók, és én meggyőződésem, hogy azon kívül, hogy egy kicsit spórolunk is a rendszeren, így talán a rendszer dinamikáját, ha fogalmazhatok így, a reakció képességét, azt helyre tudjuk állítani, és igen intenzíven elindulunk majd abba az irányba, hogy a munkavállalókat pótoljuk. Az ülésen szó volt róla, hogy felújítják a városi strandfürdő Öccsög-medencéjét. Erre azért van szükség, mert az évek során egyre több víz szivárgott el a medence testéből, az pedig folyamatosan pótolni kellett. Most mintegy 8 millió forintból helyreállítják a medencét, ezzel pedig megoldják a vízelvesztés problémáját. A tervek szerint a strand nyitására elkészül a felújítás. Az Ördögölő Józsiás rock operettet adták elő a diákok a 60-i Kossuth Lajos általános iskolában. Az Erkel Ferenc díjas zeneszerző Tolcsvai László is jelen volt a bemutatón. Színházzá alakult a 60-i Kossuth Lajos általános iskola, ugyanis a diákok az Ördögülő Józsiás című rockoperettet mutatták be szerte este. Az előadást megelőző percekben a színfalak között még zajlottak az utolsó simítások. A fellépők még igazgatták egymás jelmezét, hangoltak az énekekhez. Birkás Ildikó szerint a gyermekek már hetek óta nagyon lelkesen készültek az előadásra. Nagyon nehéz a gyerekeket összeegyeztetni, mindenki sportol, zeneiskolába jár, tehetségesek, más tantárgyakból is versenyeznek, megyei versenyeken vesznek részt szép helyezésekkel. Úgyhogy nagyon nehéz volt, és így az úgy döntöttünk, hogy szombat, vasárnaponként próbálunk, 10 órától egészen délutánig 2-ig, és itt nagyon sok szombat, vasárnapot megtizedeltünk a szülőknek is, meg a családoknak. A történet Tündérországban játszódik, ahol a királyságért és Jászmina hercegnő kegyeiért folyik a harc jó és rossz között. A szereplők egy része rutinosnak számít, nem először állnak színpadra. Élvezték a próbákat, mivel a darab magával ragadta őket. Én már rengeteg ideje színpadon vagyok, már 5 éve énekelek, és rengeteg versenyre járok, kisebb-nagyobb eredményekkel. Rosszabb kisfiú vagyok az iskolában, úgyhogy eléggé hozzám illik ez a szerep. Szeretek szerepelni, úgymond, és hát viszonylag jól érzem magam. Hát néha kicsit izgulok, de hogy a rossz sosem győzhet, hanem csak a jó. És a hazaszeretetről is szól egy kicsit, mert megvédte Tündérországot Józsiás. Az előadáson részt vett Tolcsvai László, Elker Ferenc díjas zeneszerző is, aki a produkció zenéjét komponálta. A művész nem csupán a Budapesti Operettszínház, hanem a gyermek előadás számára is elkészítette a zenés változatot. Az egész produkció volt valami olyan egyöntetű és egységesen szeretetteljes és zenei. Láttam, ahogy élvezik, éreztem a felkészülést, ez az őszinteség, ami áradt ebből az előadásban. Én nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen mű, ami 4 évvel ezelőtt lett bemutatva az Operettszínházba, már
így a gyerekek szívében tovább él. Ez nekem akkora boldogság. Az előadás végén a közönség vastapssal díjazta a diákok produkcióját. Kézzel készített hímes tojásokat mutattak be a Hatvani Lajos Múzeumban. A tojás kiállításon Újvári Mária gömöri tojásírózó munkái mellett több festett és batikolt darabot is láthattak az érdeklődők, amelyet a nő tanítványai készítettek. Virágmintás, textilbe bújtatott és az elmaradhatatlan piros tojás. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva tojáskiállítás nyílt a Hatvani Lajos Múzeumban. Színyei András alpolgármester köszöntőjében kiemelte, a húsvét a tavaszvárás és a megújulás ünnepe is. A kiállított dísztárgyak Újvári Mária gyűjteményének részét képezik, amelyben olyan különleges darabok is megtalálhatóak, mint ezek a gyöngyel díszítettek. A gömöri tojásírozó már több mint 25 éve elsajátította a hímes tojás készítés tudományát, az elkészült tojásokat pedig több országban, köztük Németországban is bemutatta már, és szívesen adja át tudását másoknak is. Újvári Mária leginkább a gömöri technikát tanítja a gyermekeknek és felnőtteknek, de a foglalkozások alkalmával szabad kezet enged a művészetnek. Tulajdonképpen a viasz és a pálcika segítségével a hagyományostól is eltérhettek, tehát beleírták a monogramjukat, vagy éppen egy kis nyuszit rajzoltak az egyik oldalára, másikra a virágot. Hál' Istennek nagyon kedvelt a gömöri a gyerekek körében. A tárlaton az íróval készült tojások mellett karcolt, festett és batikolt darabokat is láthattak az érdeklődők. Például ez Segesvár vár. Ezeket a tojásokat a 60-i Déri Károlyné készítette. A hölgy már több mint 20 éve hódol a hobbi festészetnek, húsvét alkalmából pedig szívesen alkot olyan ajándéktárgyakat a családnak, amelyek maradandóak és személyre szólóak. A különleges darabok Újvári Máriának is megtetszettek, ezért szeretné, ha a jövőben Déri Károlyné munkái színesítenék gyűjteményét. Húsvét hétfőn gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a Hatvani Lajos Múzeumba. A családi nap 13 órakor kezdődik, ahol kézműves műhely, színpadi előadások és népszokásokat bemutató foglalkozásokat tartanak. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság több éve meghirdeti a Közlekedik a család elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedő sorozatát. A rendezvény célja, hogy felhívják a gyalogosok, kerékpárosok, gépjárművezetők és az utasok figyelmét a biztonságos és balesetmentes közlekedésre, valamint a szülői példamutatás és a családközösség nevelő ereinek fontosságára. A vetélkedő Heves megyei döntőjét május 28-án rendezik meg Egerben az Érsekkertben, ahol a nevezett családoknak kresztesztett autószabályossági és elsősegélynyújtó feladatokat kell megoldaniuk. A versennyel kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.közlekedikacsalad.hu oldalon. Pénteken változóan, erősen felhős időre számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Még sokfelé kísérhetik erős lökések a nyugati, észak-nyugati szelet. Többfelé hűvös lesz a hajnal, napközben pedig 14-19 fok valószínű. Szombaton is gyakran takarják felhők a napot, és szeles marad az idő. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Húsvét vasárnap előfordulhatnak hosszabb napos időszakok, majd hétfőn ismét több felhő lehet az égen, de ezen a két napon csak elszórtan alakulhat ki gyenge eső, egy-egy zápor. Ugyanakkor egy hidegfront miatt szeles lesz az idő. Délutánonként 12-17 fokot mérhetünk. A tavaszi fesztivál programjait megtalálják a 60iprogramok.hu weboldalon, a fontos 60i híreket pedig a 60ihirlap.hu internetes felületen keressék. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most a Színpad című magazin műsorunk következik. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!